Brit lapértesülések szerint a hét elején Teheránban őrizetbe vették és kihallgatták Mahmoud Ahmadinejad iráni elnököt. A Daily Mail úgy tudja, hogy az államfőt az iszlám köztársaság tudatos lejáratásával gyanúsították meg. Az elnök már korábban is többször összetűzésbe került az Iránt ténylegesen irányító vallási vezetőkkel, köztük Szeyed Ali Hosszaini nagy ajatollahhal. Ahmadinejad megbízása a jövő hónapban jár le, ezért nyugati diplomaták az incidenst az elnökválasztási harccal hozzák összefüggésbe. Ezeken az április közepén készített felvételeken még Mahmoud Ahmadinejad köszönti a hadsereg napján az iráni katonai erők díszszemléjét. Az esemény az elnök utolsó ilyen nyilvános közszereplése volt, mert Ahmadinejad elnöki megbízatása júniusban lejár. Az iráni sajtóban az elmúlt napokban Ahmadinejadot bíráló cikkek jelentek meg, amelyek azt állították, hogy az államfő a 2009-es elnökválasztás tudatos manipulálásával vádolta meg az országot irányító vallási elitet. Az elnök a teheráni hírek szerint azzal fenyegette meg az őrök tanácsát, hogy dokumentumokat tesz közzé a választási csalásokról, ha az általa javasolt jelöltet az ajatollahok nem engedik indulni a választásokon. Arra azonban kevesen számítottak, hogy Ahmadinejadot őrizetbe veszik, amint arról a Daily Mail értesült. A brit lap úgy tudja, hogy az iráni forradalmi gárda nyomozói hétfőn Teheránban átmenetileg őrizetbe vették az elnököt. Ahmadinejad testőreit lefegyverezték, és az államfőt 7 órán keresztül kihallgatták a gárda főhadiszállásán. A nyomozók állítólag arra figyelmeztették az elnököt, hogy ne próbáljon meg olyan dokumentumokat közzétenni, amelyek kárt okozhatnak az iszlám köztársaság érdekeinek. A letartóztatás tényét más forrás eddig nem erősítette meg. Iránban június 14-én rendeznek elnökválasztást. A legfelső vezetés Ali Larijani volt, parlamenti elnököt szeretné Ahmadinejad utódjának. Legutóbb 4 éve a hatóságok brutális eszközökkel szétverték a választási csalások miatt utcára vonult ellenzéki tömegtüntetéseket. A megtorlás során több ezer embert letartóztattak. Az ellenzéki aktivisták közül többeket megkínoztak és kivégeztek Iránban.